Hogyha a vasútőrök 230-240 fős tábora megmakacsolná magát és megtagadnák a átlépést a leendő új munkáltatójukhoz, akkor a tulajdonos nem a mávot, most ebben nem őket kell bántani, a tulajdonos rá lehetne arra bírni, hogy álljon el attól szándékától. Ebben a vonatkozásban, ha lesz rá fogadat, akarat, akkor tudunk segíteni, de az az kell, hogy a vasútőrök egységesen előzetesen nyilatkozzanak, hogy írásban nyilván, ez a 230 emberből, vagy 200, hogy nem voltanak átmenni a másik munkáltatóhoz. Akkor a szakszervezet azt gondolom, hogy elég tud állni ennek a kezdeményezésnek, és erőt tudunk felmutatni.